Hölgyeim és Uraim, nagyon szeretettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy most minden protokolltól eltekintve ne kezdjem el elmagyarázni, hogy miért ülünk itt, mindenki tudja. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy annyit viszont meg kell mondanom, hogy a PIAF darabból a Moulin Rouge casting jelenet volt az imént, Jászai Lászlóval, ugye? És ezt ebből volt egy kicsi bejátszás, csak azért, mert szegény Zsuzsika itt megpróbálta stentori hangon is közölni a dolgot, de valószínűleg jobb, hogy én innen most elmondtam még egyszer. Szóval a protokoll félretéve, igazából csak azt szeretném mondani, hogy volt-e itt valaki, aki 1929-ben már élt Zsuzsika kivételével? Úgy látom, hogy nem. Pedig ez egy nagyon jelentős év volt. Csak néhány apró esemény ebből az évből. Megalakult Vatikánváros, az önálló vatikáni állam. Aztán volt egy barcelonai világkiállítás. Megválasztották Amerika 31. elnökeként Herbert Hoovert. Az első Oscar-díj átadás ebben az évben volt. És ha már a filmeknél járunk, az első hangos film magyarországi vetítése ugyanebben az évben volt, amikor is a Fórum moziban, a mai Puskin, vetítették az Éneklő Bolond című filmet, és a magyarok akkor szembesültek azzal, hogy jé, hát ez beszél is a vászon. És ott ráadásul énekelt is a vászon, Old Johnson énekelte a híres Svanny című görsfin dalt, és ezzel berobbant Magyarországra is az az őrület, ami aztán kialakult a későbbiek folyamán, amikor a hangos film ugye már nálunk is ismerté vált, mert Amerikában ezt megelőzően már jó néhány éve volt. Na szóval ilyen események voltak, aztán még egy elég szomorú, a világválság, ami októberben ugye felrobbant a New York-i tőzsde, és onnantól kezdve éveken keresztül az egyik legnagyobb válság volt a világon. Ez is akkor indult, de a legeslegfontosabb eseményt, azt most mondom, megszületett Tóth Komlós polgára, méghozzá nem is akármilyen polgára, díszpolgára. Úgyhogy most mi ezért jöttünk össze, mert mit tesz Isten, pont a mai napra esik ez a történet, úgyhogy nagy szeretettel várunk ezek után mindenkit, hogy jól érezze magát. Tulajdonképpen azt szerettem volna még mondani, hogy jó kikapcsolódást kívánok Önöknek és a mobiltelefonjaiknak. És akkor most egy kicsit zavarban is vagyok, mert ahogy mondani szokták, előttem az utódom most, hogy is van, az utódom előtt vagyok én, tudnilik Baranyi Ferencet szeretném felszólítani a színpadra, ugyanis számtalan olyan esten konferált ő, és beszélgetett például Zsuzsikával is nagyon sokat, amilyen est például ez a mai is, és hát én szeretném, hogyha Baranyi Ferenc egy kicsit mesélne azokról az időkről, amikor ő volt ezeknek a műsoroknak a házigazdája, és szeretném, hogyha a legjobb sztorikat elmondanád. Parancsolj! Hát, kedves barátaim, nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számára, hogy én vezethetem be megint csak Zsuzsinak az estjét, méghozzá ünnepi estjét, amely ugye hát a 90. születésnapi alkalmából rendeztetett meg. Na most én kívánom magamnak, hogy a 100. születésnapján az estjét én vezethessem be. Erre nagyon kevés esély van, mert ugye ő biztos, hogy 100. születésnapján jelen lesz.
Egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy én jelen lehetek ott, mert a törvény, ugye, hogy költők és mosónők korán halnak. Én már eddig is átléptem, áthágtam a szabályt, mert ez az életkor túlzás az én műfajomban, de hát Istenem, hát még itt vagyok. Na most én a Zsuzsi pályafutását gimnazista korom óta, tehát egész zsenge korom óta figyelemmel kísérem, és igazából érdeklődéssel és szeretettel a PIAF alakítása óta csüggök a Zsuzsin. Ugyanis ez a Cserbakov, vagy Cserbacsov volt a szerző, Kov. Igen, az volt a cím, azt hiszem, hogy Zsönörök Rektor ilyen, tehát, hogy nem bánok semmit sem, egy PIAF dalnak a címe volt a darabnak a címe. És hát az akkora port vert fel, akkora visszhangja volt, és az Zsuzsi egyből ismerté vált. Addig is szerepelt filmekben, színházban kitűnő alakításai voltak. De akkor kezdett a Sanzon nagyasszonya lenni, és immáron a Sanzonnak az élő klasszikusa, egyik élő klasszikusa itt Magyarországon. Hát először, amikor írtam róla, amikor még nem vezettem be estjét, amikor először írtam róla, az ezután a darab után volt, azt hiszem 73-as, 74-es színházi évadban volt a bemutatója ennek a darabnak Győrben, és akkor én egyik napilapnak voltam a zenekritikusa, és utána már arról kezdtem cikkezni, hogy jó, rendben van, a Zsuzsi most már magyar PIAF lett, és állandóan csak úgy beszéltek róla, tehát ő sokkal több volt ennél, attól kezdve is, hogy magyar PIAF lett, attól kezdve is igyekeztem teljességében látni a maga teljességében az új művészetét. Tehát ilyeneket írtam róla abban a napilapban, hogy sorolhatnék sok drámát, melyekben nagyon nagyot alakított, ám de monodrámákban nagyot alakítani, az az igazi vitézség. A Sanzon ugyanis monodráma, ott egyedül kell helytállni, nem csapatmunka, ahol az esetleges indiszponáltságot a társak jó teljesítménye ellensúlyozza. Nem, itt egyedül kell megnyerni a csatát. A színdarabokban még a főszereplő sincs állandóan a reflektorfényben, van, amikor hosszú ideig nincs is színen. Itt pedig egy teljes estét betöltő mámorban szünet nélkül a reflektorfény szuhatagából kell kiragyogni. Csak nagy művész képes erre. Zsuzsi pedig az. Tehát amíg színházban láttam őt meg filmvásznon, addig igen jó művésznőnek tartottam. Nekem nagy művészé a pódiumon vált, amikor egyedül kellett megvívni a csatáját. Na most hát arról, hogy a Sanzon és a daléneklés és az önálló est az milyen nehéz dolog, arra egy nagyon szép szöveget írt Apát Imre, ugye jeles színművész, Neményi Lilinek egyik estjén, még a 40-es évege. Annak bevezetéseképpen többek között a következőket mondta Apát Imre. Ha mégy az utcán, egymás után ordít rád a plakát és reklám, Sanzon, 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 ez Sanzon délután, Sanzon délelőtt. Valóságos Sanzon dömpingben élünk a plakátok szerint. De a pódiumra emelt sláger még nem Sanzon. A Slow Fox szöveg nem Sanzon. Legyen bár érzelmes vagy pikáns, mondjon el akármilyen szerelmi drámát. És aki decedens attitűddel tud bedőlni az ongora hajlatába, még nem Sanzon énekes. Aki tűrszoknyás triangulumként rácsilingel, vagy bársonyba burkolsz csellóként beléd búg egy daloskát, még nem Sanzon énekes. Rózsaszínű vagy sárga reflektorfényben egy dupla rum mellett még megjárja, de a pódiumon. A pódiumon a művészetnek egy kegyetlenül puritán szigetén csak az él meg, aki a lelkéből, az igazi talentum áramával árasztja a közönség felé a költészet fény nyalábjait. Mert a Sanzon a költészet társbérlője. Egy kamrából élnek, egy tűzhelyen főznek. És ezért a Zsuzsi nekem nem csak művésztársam, hanem bajtársam is, szövetségesem a különféle missziós körutokon. Ezért millió estjét vezettem be meg le, tehát együtt küzdöttünk a humánum sorvadása ellen. Együtt küzdöttünk Zsuzsival a művészet eszközeivel, az embertelenség és a gonoszság ellen annak idején. No, hát...
sokat hakniztunk, de ez rossz szó is, hogy hakni, mert amikor valami rendezvényünk volt, akár vidéken Budapesten, azt én sose éreztem haknénak, mindig valóban missziónak éreztem, amikor a Zsuzsával kellett fellépni. Na egyszer egy ilyen missziódól jöttünk valonnan Dél-Magyarországról, és akkor megálltunk Tóth Konóson, ahol ő született, és betoppantunk a családja körébe, és akkor én akkor ott láttam meg, vagy érzékeltem, hogy az a szeretet, amit belőle árad, és amit szét tud osztani, az a mérhetetlen mennyiségű szeretet, ami benne van, az honnét ered. Mert én abban a szülői házban, Zsuzsinak a szülői házában, az ő rokonai, hozzátartozói testvérei, szülei között a második percben már úgy éreztem, hogy közébük tartozom. Tehát ott akkora szeretett tőkét tudott abban a környezetben összegyűjteni, amit még máig nem tudott elpazarolni. És nagyon fontos egy énekesnek a szeretett tőke, amikor Beniamino Gigli, ugye a Trecanatiból, felkerekedett a világhírnév felé, akkor az édesanyja azt mondta neki útra valóul, hogy Beniaminello, énekelni csak azt tud szépen, akinek a szíve tele van szeretettel. És azt hiszem, hogy ettől az útra valótól is lett aztán nagy világsztár, tenor sztár, Beniamino Gigli. Hát így volt ez a Zsuzsival is. No, hát nem akarom én itten sokáig szaporítani a szót, hanem ugye hát átadni a terepet a művészeknek, a fellépőknek, mert itten szép műsort fogunk élvezni valamennyien Zsuzsi tiszteletére. Csak annyit akarok még elmondani, hogy ugye hát a Zsuzsit azért is tisztelem, mert nem adja fel. Tehát a mai világban a pénz totális hatalma ellen szegezi a művészet hatalmát. Mert a művészetek igenis nagy a hatalma, csak azt már egyre kevésbé merik hinni az emberek. És akkor én mindig Orpheus példáját szoktam felhozni, aki ugye hát útra kelt az argonautákkal. Ugye amikor Jászón az Argó nevű hajóval útra kelt, hogy megszerzi az aranygyapjút, akkor ilyen hajós legényeket válogatott, jó izmúakat, akik meg tudnak majd küzdeni a tengeri viharokkal. És akkor maguk közé vették Orpheuszt is, a trák lantost, hogy az majd szórakoztatja őket szélcsend idején. Ugye nem tudták, hogy ő képviselte a legnagyobb erőt, a művészet hatalmát, nem pedig az izompacsirták, az ötvenek, az ötven hajós legények. Mert a művészet hatalma akkora volt, hogy Orpheusz a lantjával ugye meg tudta szelídíteni a vadállatokat, vissza tudta perelni a haláltól szerelmesét Euridikét, egy szóval a művészet hatalmával tudott küzdeni mindenféle ördögiség és gonoszság ellen. Nos hát ezzel kapcsolatban búcsúzóul hadd mondjak el egy verset, amit nem olyan régen írtam, talán 10-12 éve, de amit én most ünnepélyesen a Zsuzsinak ajánlok, és ha megjelenik még valami válogatott kötetben az elkövetkező időkben, akkor ajánlásként oda fogom a címe alá írni a Zsuzsi nevét, hogy ajánlom Gyurkovics Zsuzsa művésznőnek. Az a címe, hogy mert erősebb a dal, és pontosan erről az Orpheusz históriáról szól. Útra bátran kelek az argonautákkal, hiába háborog dühös Poszeidón, hajónk szilaj sirály a messzeségbe szárnyal, s az aranygyapjúval tér vissza majd, tudom. Vitorlánkat maga Minerva szőtte, délceg árbócunk Dodona tölgyeséből való, kurjantva feszülünk, mi ötvenek a szélnek, s Jászón kedve szerint iramlik a hajó. Nem félek semmitől, köztünk van nyugtatásul, Kasztor, Polüdeukész, Herkules és Tifüsz, a kormányos, aki tengerek viharán úr, biztos keze veszélyt, szorongást messze űz, de főleg én vagyok, ki bátorít s vigasztal, kit mélybe röptetett magas magnézia, Apolló és Linosz vértezett föl a dallal, én Orpheusz vagyok, Kalliope fia, mert erősebb a dal, mint együttvéve ennyi bátor vitéz s a jó kormányos érdeme, szeleket zaboláz, felhőt képes terelni, s vadakat jámborít a lantos éneke. Talán a
alvilág szörnyeit is legyőzni, később inóta ez nem tudhatom ma még, de most is szent hitem, ha nem pendülne többé hangszerem húrja, az hajónkon lenne lék. Hát csak mosolygok én, ha rajtam mosolyognak az izomemberek, az önhiddaliák, ott csak lekezelés dukál a dalnokoknak, ahol egy halk futam fölösleges virág, de nem számít, magam tudom csupán a titkát, annak mi felfelé, és nem csak előre visz. Fejem a koszorúk vasabroncsként szorítják, akad köztük babér, de szinte mind tövis. És én kívánom Zsuzsinak, hogy a további években is... A további években is legyen ereje szolgálni és sugározni a művészet hatalmát ebben a bűnösen pragmatikus és racionális világban, amiben élünk. Köszönöm szépen. Ferikém, állapodjunk meg valamiben, jó? Zsuzsika 95. születésnapján is helyettem fogsz bevezetni, jó? No, azért szeretnék veled bálbeszre veled. Kedves közönségünk, most felszólítom Hegedűs Valért, hogy bújjon elő a rejtek helyéről. Mert innentől kezdve gyakorlatilag végig színen lesz, ami azt jelenti, hogy a legtöbb elhangzó műsorszámnak ő lesz a zongoristája. Tessék helyet foglalni a zongoránál. És akkor fel szeretném hívni a színpadra Csák Józsefet, aki majd elmondja nekünk pontosan, hogy gyere, nyugodtan gyere. Pontosan, hogy egyrészt mivel készül, másrészt, hogy tulajdonképpen mi a története itt a Zsuzsikával úgy a elmúlt évtizedekből, mert azért az is érdekel minket, hogy ki miért került a műsorba. Gyere! Oda is lehet beszélni talán, nem? Ebben lehet beszélni? Igen. Lehet. Köszönöm szépen a meghívást, és nem akarom én ezt a 90-et említeni, mert szerintem, hogyha megnéznénk, ott nem lehet több. Szóval én nekem az jut eszembe, hogy volt egy nagyon híres operaénekesnő, az előbb elhangzott a neve, de nem ismétlem meg, és őróla azt mesélték, hogy 1945-ben fölment a komandatúrára egy orosz tiszt kíséretében, és mondta, hogy elhagyott a művésznő minden papírját, és tessék beírni, amit mond. És akkor megkérdezték tőle, hogy Lilike, miért 1903-at diktált be? Azt mondja, más nem jutott az eszembe. Na most én meg vagyok róla győződve, hogy Zsuzsikánál, hogyha megnéznénk a papírokat, akkor nem lenne az 90, hanem sokkal kevesebb lenne. Nagyon sokszor léptünk együtt fel, és megmondom őszintén az, hogy engem az fogott meg benne, hogy nincs különbség a civil és a nem civil lét között. Mert amikor az ember följön a színpadra, akkor ugye magát kell, hogy adja, és sok mindent kell pluszba adjon. Zsuzsika olyan természetes, hogy az életben is olyan, mint fönn a színpadon, és a színpadon is olyan, mint az életben. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egy olyan Isten áldás van rajta, ami nagyon-nagyon ritkán fordul elő. És én azt tudom mondani, én részben civilben tanár is vagyok, hogyha én ezt a pályát tanítanám, akkor a Zsuzsikát tanítanám. Hogy kell élni, hogy kell civilnek lenni, és hogy kell színpadon lenni, hogy semmi különbség ne legyen, tehát az, hogy a valóságban ő, amikor civil, akkor nem színésznő, mert nem színésznő, és amikor a színpadon van, akkor viszont nem civil,
Na hát ez a nagy titok. Úgyhogy ezt, hogyha máma reggel ott ül mellette Nagy Ibolya, aki a Dankó Rádiónak a közismert és közszeretett műsorvezetője, amikor ma délelőtt beszélgettünk erről, akkor én azt merészeltem mondani, hogy Zsuzsikának a receptet kellene valahogy árulni, hogy kell ezt csinálni, mert ez egy csoda, amit ő tud. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ismerhetem, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és nagyon boldog vagyok, hogy Baranyi Ferenc után beszélhetek, mert ennek okából egy Baranyi Ferenc fordítással fogok kedveskedni a kedves közönségnek és az ünnepeltnek. Mi lesz az? Chilea az Árli lány című operájából Federico románca, amit meg kell mondjam, hogy Baranyi Ferenc annak idején először nekem fordított, mert valahol vidéken voltunk, és én ezt énekeltem olaszul, és mondta, hogy mi a frászér éneklett ezt olaszul. Hát mondom, Ferikém, hát nincsen szó. Na várjál, majd én csinálok neked. És megcsinálta, hallgassák meg, hogy milyen gyönyörű ez a szöveg, legalább olyan gyönyörű, mint a zene. És Zsuzsikát hadd köszöntsem ezzel a csodálatos áriával. A gyermek elkezdte volna éppen, elszenderült. Gyógyít mindent az álom, ó, hogy kívánom. Szállna rám is az álom így, bár csak enyhülést találnék már. Békém üzve rég, bolyongok én, ó, de fáj még a múlt, még fáj. Oh,
Jóska, nem menj messzire, mert rövidesen újra sorra fog kerülni. Ez már csak ilyen a mai nap folyamán. Az előbb egy szavak művészével beszélgettem, és most mit tesz Isten, egy másik szavak művészével is fogok beszélgetni. Igaz, hogy ő elsősorban azért a zenei világ felé vonzódóan a szavak művésze, de például én magam is elbüszkélkedhetem azzal, hogy volt olyan angol nóta, amerikai, ha jól emlékszem, nagyon fiatal voltam, még lehet, hogy nem emlékszel rá, amikor szerettem volna ezt elénekelni magyarul, és akkor az Iván, Bradány Ivánról van szó. Bradány Iván megírta nekem, vagy megadta nekem a szöveget. Tessék szíves lenni, kifáradni! Gyere ide! A verebek azt csiripelték, hogy Bradányi Iván kora reggeli órákban szerette felhívni Zsuzsikát. Beszólok, hogy hallanak-e? Hallanak-e? Hallanak, ha beszélek? Igen, tökéletesen. Akkor jó. Szóval, hogy volt ez? Hogy te reggelente a Zsuzsikával beszélgetél és verseket mondtál neki, ez igaz? Én nem akarom az időt elvenni, csak egy-két mondatot szólok, hogy hogy ismerkedtem meg Gyurkovics Zsuzsával. 1956-ban elhagytam Magyarországot, 16 évig külföldön éltem, mikor hazajöttem, régi ismerősök visszafogadtak, egyszer csak fölhívott engem Rutkai Éva lakásáról. Azt mondja nekem, te nagy drukkolója vagy az Edith Piaf számoknak. Van egy magyar színésznő, Gyurkovics Zsuzsa, Győri Színházban énekli, a Nem bánok semmit sem. Azt mondja, okvetlenül menj ki. Fölhívtam a Győri Színházat, kérdeztem, mikor lesz előadás, azt mondja, most egy darabig nem, mondom, miért? Azt mondja, Gyurkovics Zsuzsa 10 napra felment Budapestre a műsorába. Kérdeztem, hol lesz a műsor? Mint hogyha megéreztem volna, hogy nem tudok villamossal oda menni, olyan közel voltam ahhoz a helyhez, a Feneketlen tó mellett, Kosztolányi térnél, én meg a Körtérnél lakom, úgyhogy lesétáltam, utána bementem az öltözőbe, és Gyurkovics Zsuzsának bemutatkoztam, nagyon mosolyogva fogadott, azt hittem, hogy ennyi volt. Aztán eltelt egy pár hónap, és született egy műsor, aminek az volt a címe, hogy ő felsége a nő. Három főszereplője volt, Gyurkovics Zsuzsa mellett volt a Mátrai Zsuzsa, és a szerencsétlen Máté Péter, aki már nincs velünk, és nem is tudom, hogy hogyan, én voltam a dalszövegírója a műsornak, 600 előadást értünk meg, ez úgy volt lehetséges, hogy szombat-vasárnap 3 előadás, hétköznapokon csak 2, és nyári szünet nélkül egy kicsit több, mint egy évig ment. Azóta Gyurkovics Zsuzsa meg én nem voltunk soha Ázsiának abban a bizonyos országában, de olyan kicsit sziámi ikrekké váltunk. Hát ennyit mondok. Hogy volt ez a reggeli telefonon beszélgetés és versmondás? Reggeli telefon beszélgetés versmondással. Mit egy versmondás? Ja. Reggeli beszélgetés. Kívülről nem tudom a verseimet. Ugye? Csak hogy nem. Valóban így volt ez, hogy ti beszélgettetek verssel reggelente? De, hát nem. Nem hoztam magammal semmit. Kívül. Nem baj. Hihetetlen mennyiségű versem van, és nem emlékszem rá. Köszönöm szépen. És mit tesz Isten, Csák Jóska már megint valami apropóval jön fel a színpadra. Majd elmondja nekünk mindjárt. Ja, igen. Írtam a Munkácsi Sándorral egy dalt, ami Magyarországról szól, és lehetne Magyarország egyik himnusza, de azért Kölcseit nem múlja felől. Úgyhogy most halljuk, hogy Csák Jóska el fogja énekelni 10 000-szer jobban, mint ha én tudnám. Én csak a szerzője vagyok. Köszönöm szépen! Csák Jóska, gyere a színpadra! Amitől megdobban a szívem.
nem, Magyarország ezt jelenti nekem. A holnap, amit tiszta szívvel várok, hogy magyar nyelven beszélnek az álmok, hogy az örömtől is könnyes lesz a szemem. Magyarország ezt jelenti nekem. A vén Dunán, a tava tűnő fények, a mámor, hogy e drága földön élek, s most elmondom, mint ősi szép imát, hogy nékem sosem szűk ez a világ. Az esti fák még bólogatnak halkan, a barátok, kik mosolyognak rajtam, de mindig van, ki egyetért velem. Magyarország ezt jelenti nekem. Vén Dunán, a tova tűnő fények, a mámor, hogy e drága földön élek, s most elmondom, mint őszinte imád, hogy nékem sose szűk ez a világ. Az esti fák még bólogatnak halkan, a barátok, kik mosolyognak rajtam, de mindig van, ki egyetért velem. Uraim, hogy folytassuk a este továbbra is. Szilágyi Olgát és Oldás Zsoltot kérem a színpadra. Ők egy duettet fognak elénekelni, és rövidesen azt is megtudjuk, hogy mit, és azt is, hogy milyen kapcsolatuk van az ünnepeltel. Köszöntünk mi is mindenkit. Hát elsősorban ugye a drága Zsuzsikát, és kiveszem ezt a mikrofont, mert nem akarok annyira lehajolni. Most az a helyzet, hogy Zsuzsika ugye nem csak egy, azon kívül, hogy fantasztikus művész, fantasztikus előadó, fantasztikus énekes és fantasztikus színész, tudni kell róla, hogy fantasztikus pedagógus is még ezek mellett, tehát még ezzel a tulajdonsággal is rendelkezik, és annak idején, mikor még fiatal művészként koptattuk a deszkákat, akkor bizony ugye mi Vályi Évikéhez jártunk énekórára, szintúgy, mint a drága Zsuzsika, és nagyon-nagyon ott is ismerkedtünk meg, ugye, és nagyon-nagyon sokat segített nekünk egyáltalán, hogy hogyan kellene elsajátítani azt a fajta varázslatos színpadi játékot, amit például ő is képviselt, vagy ő is tudott. Ez nem biztos, hogy nekünk, vagy nekem minden esetben sikerült, Olginak valószínűleg igen, de mindesetre nagyon-nagyon köszönöm neki azt a fantasztikus sok segítséget, ajándékot, tanítást és szeretetet, amivel pályám kezdetén engem, vagy engem is, Olgit, és hát mind a kettőnket megajándékozott, és remélem, hogy valamit az ő tudásából sikerült az elmúlt években, évtizedekben kamatoztatni. Hát, szóval ezt még egyszer nagyon-nagyon köszönjük, drága Zsuzsika. Isten éltesse sokáig! Még nagyon sok boldog születésnapot kívánunk. Jó egészséggel és szeretettel. Millió puszi. És akkor halljuk, hogy mit adtok elő, és milyen apropóval. Ja, ez ne a másik. Hát ugye valamikor sokat játszottunk például az Egri Gárdonyi Színházban Olgával, Csárdás királynőt is például, úgyhogy most ennek az emlékére jön a Csárdás Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből a Táncolnék a boldogságtól című duett. Ez biztos mindenki fogja ismerni. Valért!
táncolnék, a boldogságtól szívem elángolik. Senkinek ilyen jó kedve nem volt még. Az édes pillanatra évünk vagyunk már, nincsen két boldogabb ember nálunknál. Álom, álom, édes álom, álom ki, álmodjuk, hogy egymási leszünk mi még. Angyalok, ha ránk néznek, hogy köszönjük néki szépen hát. Álom, álom, édes álom, álom kép, álmodjuk, hogy egymás éleszünk. Szilágyi Olgát és Oldás Zsoltot hallották. Én nemrég olvastam valahol, hogy a hölgyeknél úgy van, hogy 30 éves korig vállalják a korukat, 30-tól 70-ig nem nagyon vállalják, tagadják, és 70 után meg már szabadon lehet megint elárulni a kort. A férfiaknál viszont állítólag 50 éves korig mindenki elfogadja, hogy mennyi idős. 50 év után, amikor már úgy kezd a fiatal lányok felé érdeklődni, akkor gyorsan elfelejteti a korát. Szersény Gyula hol van? Szóval akkor, Gyula, hogy vagy te ezzel a kérdéssel? Jó, de gyere föl és mondd el nekünk. Sok szeretettel köszöntöm a kedves közönséget és az ünneplőket. A koromról éppen a napokban beültettek a Ridikül című műsorba a Duna Televízióba, és a Sruszpoénnak mondtam, hogy hát mit mondjak, mert az volt a címe a estnek, hogy a lendületes 70-esek. És aztán a végén azt mondtam, hogy hát egyébként jól vagyok magammal, nincs semmi problémám. Azelőtt ugyan, mint a légypapírra ragadtak a lányok, most már nem annyira ragadnak rám a lányok. De amikor úgy vagyok, mint a kéményseprő, amikor megfürdik és nézi magát a tükörbe, hogy a koromhoz képest, azért jól nézzek. Szóval a következő obligát kérdésem pedig az lenne, hogy hogyan alakult az életed folyamán az ismeretséget és a kapcsolatod Zsuzsikával? Hát nagyon sajnálom, Zsuzsikám drága, hogy én most nem fogok énekelni, bár ugye énekeltünk mi annó nagyon sokat, az emlékezetes Zicsi kastélyok belé, Csanzon esteken,
Mi este péntekenként 11 órakor kezdődött, és soha nem volt senki fáradt, színészek énekeltek, sanzonokat. Mindig telt ház volt, mindig nagyon jól éreztük magunkat, többször találkoztunk ott Zsuzsival is. Hát hány éve már tudja azt az ég, tűnődöm édes álmokon, mondom én. De köszönteni, mindenképpen köszöntelek, a virágot majd át fogom adni, bár nehogy azt képzelt, hogy nem tudok én néked csak virágot adni. Azért meglepetésül szeretnék elmondani egy általam is nagyon szeretett verset neked, amit nem én írtam, mert én ilyen szépet nem tudok írni. József Attila verse. Most azon muszáj elmerengnem, hogyha te nem szeretnél engem, kioldhatnám drága szemem, lehunyhatnám fáradt szemem, mert jó meghalni. Tán örülnék, ha nem szeretnél így, kiülnék a fehér lábú zöld egek, fecsegő csillagfellegek mellé a nyugalom partjára, a nem üres űr egy martjára, szemlélni a világokat, mint bokron a virágokat. Hajósinas koromban nyáron az örgő vontató tatáron egy szép napon munkátlanul, mint aki örömet tanul, bámultam a Dunát, megáradt. Libegtetett leveles ágat, úgy kanyarított sok fodort, deszkát harabdált, és sodort olyan sok szép villogó dinnyét a sárga ár, hogy el se hinnéd. És én se hinném el talán, ha nem te néked mondanám. Piros almák is ringatóztak, zöld paprikák bicegve úsztak, majd ez, majd az lett volna jó, és állt, és bólintott a hajó. Ilyen lenne az űri szemle, milyen szép. Bólintva mindenre, meglátnám, milyen kéken ég az ég, mely hozzád illenék. Mert a mindenség ráadás csak. Az élet, mint az áradás csap a halálpart szegélyein túl, űrök szívek mélyein túl, túl a hallgatag határon, akár a Duna akkor nyáron, mert szeretsz, és nyugton alhatom. Neked én be is valhatom az elmúlástól tetten érten, hogy önmagamba én se fértem. A lelkem azért közvagyon, és azért szeretlek én nagyon. A jó Isten éltessen nagyon sokáig. Köszönjük szépen Szerzsény Gyulának a verset is, és a köszöntést is, meg a sztorizást. És most következő szereplőnk Németh Károly. Egy olyan dalt fog elénekelni, amit az öltözőben tisztáztunk, mert másképp volt írva, és más időpontra volt írva. Kiderült, hogy pont ebben az évben, 1929-ben született. És a szerző Erős Béla, ugye? Erős Béla írta, és az a címe, drága Zsuzsikám, hogy utánad nem jöhet már senki más. Még szeretném elmondani, hogy drága Zsuzsikád, még a 13. kerületben, a Rigoletto cukrászdában, a Visegrádi utcában ismertem meg, 43 éve ezelőtt, ahol én cukrász tanuló voltam, és egy cukrászati bemutatót készítettünk a mesteremmel, és mutattam, hogy ekkora kaktuszt készítettünk cukorból, és egyik nap fellapoztam a vendégkönyvet, és az volt beleírva, a cukorból készült kaktusz láttán megindult a nyál elválasztásom. Gratulálok, Gyurkovics Zsuzsa!
Drága Zsuzsika, fogad nagy szeretettel. Én nagyon meg vagyok most hatódva, és nagyon örülök, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. És köszönöm a jó Istennek, hogy téged ismerhetek. És még nagyon sok boldog és minőségi éveket kívánok neked, és továbbra is nagyon szerettek téged. Tudsz még ilyen kaktusz csinálni? Igen. Kérem, hogy hallgassák szeretettel akkor a most következő dalt. Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy majd újra kezdhetem, hogy ami volt, azt el nem veszthetem, s hogy leszek én még véglegény, mint úr vikorom reggelén, s hogy lesznek még majd hajrás dárító, és könnyű nők, és olcsó lesz a csó. Nem hittem azt, hogy szép tavaszt csak a te két szemed akaszt. Utánad nem jöhet már senki más, már nem lesz könny és nem lesz búcsúzás. A szív még visszanéz, de sóhaj az egész, ami volt a múlt ködébe vész. Tavaszra nyár jön, s nyárra elvadás, de utánad már nem jön senki már. Az ongorát, ha néha felnyitom, csak Schubertet és Grieget hallgatom. Új ritmusok, új dallamok, nem kellenek pergő dobok. A kósza vágy lassan pihenni tér, két fáradt szív egy állomáshoz ért. Lágyan kél az esti szél, a két szív halkan így mesél. Utánad nem jöhet már senki más, már nem lesz könny és nem lesz búcsúzás. A szív még visszanéz, de sóhaj az egész, s ami volt a múlt ködébe vész. Tavaszra nyár jön, s nyárra elvadás, de utánad már nem jön. Majdnem óra este. Kedves közönségünk, új vendéget hívnék a színpadra, Nagy Ibolyát és egy régit, Csák Józsefet. Igen, kicsit túltengünk Csák Józsefből ma, úgyhogy ha megengeded, most elsősorban Ibolyával szeretnék beszélgetni, jó? De azért gyere fel te is, mert lehet, hogy egyszer valami közösebb fogok csinálni. Kedves Ibolya, ma már sem hallottam idefele jövet a kollégáktól, meg mindenkitől, aki tudta, hogy ide jövök, hogy fantasztikus műsort hallottak a Dankó Rádióban a maga
szerkesztésében, stálolásában, ami Zsuzsikának a születésnapja alkalmából készült. Én sajnos nem hallottam, ezért nagyon szégyellem magamat, de így tulajdonképpen ez a dolog könnyű lehet, hát szakmabéliről van szó. Hogy van ez a történet? Igazából ezen gondolkodtam most lent ülve, hogy talán én vagyok a legfiatalabb, aki legkorábban ismertem meg. Tehát tulajdonképpen én 5-6 éve ismerem Zsuzsát, illetve egy közös fellépésen találtam és hallottam őt, ámulva csodálattal. Aztán első, ugyan 3-4 évvel ezelőtt meghívtam először a műsorba, és most másodszor, és ismét ezen törtem itt a fejem, ahogy itt hallgatok mindenkit, hogy az operett műfaja, amit természetesen most is képviselni fogunk, ez egy csodás műfaj, de való igaz, hogy a fiatalok műfaja. Ami nem is baj, csak azért baj, mert nincs az a korosztály, akitől tapasztalatot lehet gyűjteni, és tanulni lehet. És tulajdonképpen a színházban is mostanában nagyon nagy divat, hogy az öregeket úgy kicsit félretolják. És mindent a fiatalok, musical, operettben mindig csak ők vannak. És én a rádióban arra jöttem rá, hogy én tulajdonképpen folyamatosan tanulok minden héten. Mint ahogyan ezen a héten is csodálattal hallgattam a Zsuzsát, és szívtam minden szavát magamba, és amikor kiderült, hogy a drága fia az egy csodálatos közgazdász, és nem szociálpszichológus, hanem coach, nem is tudom, tapsoljuk meg, igen, Gábort is. Séfa be, Gábor! És ahogy a kettőjüket... Csodálatos emberek valóban, és ahogy a kettő... És az unokáját, és a dédunokáját, és a csodákat szintén, igen, jár nekik is a taps. Akkor azon gondolkodtam, hogy egy színésznőnek hogy lesz kócsa fia. Na hát nem volt igazából olyan nehéz összerakni, mert olyan bölcsességeket mondott végig a Zsuzsa, amit rögtön írni kellett volna. Úgyhogy szívből gratulálok az egész családnak. Köszönöm szépen. Az előbb említette, hogy mostanában a színházban a fiataloké a főszerep. A nézőtéren is fiatalok ülnek? Abszolút. Meg kell, hogy mondjam, az operett színházat lehet szeretni szívni, de valószínű, hogy mégiscsak ez a fajta stílus, kicsit modernebb stílus bejött. Tehát nagyon sokan jönnek, az operett színház is tele van, és én úgy gondolom, hogy ahogy jöttem be, jártam be, járok az országba, és nem igaz, hogy például ide csatolom a magyar nótát. A magyar nótát is éneklik. Lehet, hogy nem feltétlenül Budapesten, de imádom ezt a várost, de nem csak ez az ország. Tehát nagyon sokan szeretik. Akkor reméljük, hogy továbbra is élni fog, nem csak a színpadon, hanem a nézőtérén is, a fiatalok előtt az operett, mert valóban egy ilyen reneszánszát érezzük most, pedig egy ideig nagyon leírták, és mondták, hogy az operett egy idejét múlt műfaj, nevetséges. Ez a kedvenc témaköröm, de szerintem ebben nem menjünk bele. Minden esetre nagyon szépen köszönjük. Itt nagyon sok olyan erős egyéniség van, aki ezt cáfolni tudja. Például most önök mit fognak énekelni? Hát végül is. Számot énekelnénk, azt nem hiszem, hogy ismerik. Hajmási Péter, Hajmási Pál. Azt nem mondom, hogy miből van, jó? De csak azért választottuk, hogy önök is tudjanak énekelni. Igen, és segítsen. Most majd kiderül, hogy ki ismeri, ki szereti az operettet. Na, figyelj! Nem él jobban Kínában sem a kínai császár, mint amikor a szívemre a búbánat rászál. Magamat nem zúzatom, szívemet nem nyúzatom. Három vödör pezsgő mellé csak a valért hivatom. S ha a csikargó kedvem támad, csak ezt húzatom. Na most segítsenek! Hajmási Péter, Hajmási Pál, a barométer sűrjár, ne búsolj rózsán, mert az egy garas sem ír.
még látkelél, oly Vási Péter, oly Vási Pál, a barométer nem imponál, az automatba fél, oly Vási Péter, mit kell már. Vácsi, ne húzd, hogy a szerelemnek boldogsága vége, ne húzd, hogy a szerelemért hűség jár cserébe. Húzd, hogy kül van a világ, húzd, hogy kamisz a világ. Húzd el azt, hogy rosszul jár a lány, ha csókért szívet ad. Húzd el, hogy a szerelem csak csalfa. Na most! Haj, Vási Péter! Haj, Vási Pál! A barométer sem áll! Most hogy lesz, még látj kenyér! Haj, Vási Péter! Természetesen Lőte Attilát látták és hallották, aki filmen keresztül köszöntötte az ünnepeltet. És most folytassuk a műsort méghozzá egy olyan előadóval, aki rendszeres társa, hogy úgy mondjam, Zsuzsikának. Sokan voltak ilyenek, de most itt jelen is van. Berentei Péter. Hogy is van ez? Te még viszonylag fiatal vagy, de hogyan kapcsolódtál te ebbe a Zsuzsika életébe? Hát 36 éve állok ezen a szép színpadon, ami nagyon nehéz és nagyon könnyű műfajnak tűnik, de amikor még nekünk vizsgázni kellett 1983-ban, kezdtem 84-ból vizsgáztunk és diplomáztam, akkor az volt a működésére ráírva, hogy táncdal, énekes, előadó, művész. Az énektanárnőm megtanított énekelni Kovács Magda, de viszont
elengedhetetlen, és nem állnék itt 36 éve, ha csak énekeltem volna. És az előadó művészetet az Zsuzsikának köszönhetem, és én köszönöm szépen, hogy a dalokat nem csak elénekeltem, hanem ő megtanított arra, hogy átéljem a dalokat. Én a klasszikus táncdalt választottam, ami egy előadó művészet. Nagyon sok ember tud énekelni Magyarországon szépen, de nem hiszem el neki. És én azért köszönöm a jó Istent, hogy ide irányított, mert gyakorlatilag a dalokat állítólag elő tudom adni, és nem csak énekelni. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm. És akkor most melyiket választottad erre az alkalomra? Hát őt is, meg engem is, és aki ezen a gyönyörű hivatást válaszza, az mindig reménykedik, és a remény soha nem hal meg. És én Sota Iréntől megtanultam a Remény című sanzont, és most engedjék meg, hogy nem táncdal énekesként álljak itt, hanem mint előadó művész vagy sanzon énekes, úgyhogy picikét átbarangolok, és fogadsz szeretettel tőlem születésnapod alkalmából a Reményt. Haldobói Nagy György és Gédén Ezsűr szerzeménye. Az én műfajom a remény. Mennyi csalódás, mennyi eskü, mennyi vágy és mennyi átok. Ennyi hát egy földi élet. Mennyi öröm és mennyi bánat. Hideg magány és üres ágyam, mondd, hogy érez egyszer véget. Mennyi szó és mennyi csend, mennyi fent és mennyi lent. Egy futamban sem vagyunk az elsők. Lesz-e még, ki erre jár? Lesz-e még, ki megtalál? Nyitva áll, mindig egy ajtó, és újra ég az a régi láz. Menj, tudod, az élet mindig újra hív. Ne add fel soha, álmod, meg ne öld. Száj, repülj. Ne lásd meg többé, ami összetört. Menj tovább, végig az úton. Vár egy új találkozás. Hinni kell. Magadban hinni, és újra ég majd az a régi láz. Menj tovább, végig az úton, gyűlölj, szeress, de menj.
köszönöm, köszönöm, köszönöm. Nincs más dolgom, csak köszönöm. Ezt a virágot Kulka János hozta, de premierje van. El kellett menni. Hál' Istennek, hogy már dolgozik, és premierje van. Köszönöm, köszönöm mindannyiatoknak, hogy eljöttetek, és hát az én drága legszebb boldogságom a kis Párkai Zorka Blanka. Köszönöm. Igen. De, kutyú, szia, tia, szia, édes, legszebb földön, a legszebb kislány a világ. Egyet mondok, egy rövid vidámat, mert nehogy itten elbőgjem magam. Ha én virág volnék, rózsafa virága, szép legény tűzne fel engem kalapjára, hely, de büszke lennék, lenevetni műtet, hogy kész akarattal a fejére ütet. De ha szép galambom barna babám lenne, ki engem leszedvét kalapjába tenne, lehajolnék hezzá, sasugnám fülébe, hogy ütessen engem gyenge kebelébe, gyenge kebelébe. Addig hallgatoznám, míg dobogó szíve titkát kitanulnám. Hely! Ha megtudnám, hogy igazán szeretne, boldogabb virágszál a földön nem lehetne. Drága Zsuzsika, egy másodpercig kérem még a türelmet. Muszáj privatizálnom most egy picit, mert egyszerűen ez annyira megható volt számomra ez a jelenet, hogy eszembe jutott valami. Én fiatal koromban a színház, filmszínház muzsikát gyűjtöttem. Minden héten megvettem, összegyűjtöttem, ilyen magas polc volt már belőle. És azon volt egyszer egy címlap, amit én most a vetítéskor láttam, és akkor döbbentem rá, hogy én ebbe a nőbe halálszerelmes voltam. Nem tudtam, hogy kicsoda. És hogy milyen hatása van Zsuzsikának, amikor én készültem az egyetemi vizsgáimra, rettenetesen rossz módszereket választottam. Egyszerűen lassan tanulok és gyorsan felejtek. Ezért minden vizsgára az utolsó éjszaka nekiálltam tanulni, és a reggelig gyakorlatilag a vizsgára menésig tanultam. Elmentem vizsgázni, hármasra nagyjából levizsgáztam, és az a pillanatok alatt mindent elfelejtettem. De az éjszaka, az borzasztó volt, amikor tudtam, hogy most valamit össze kéne szedni magamba. És ott volt Zsuzsika fényképe kitűzve az albérleti szobám falán, és amikor úgy nagyon ideges lettem már, hogy most már nekem elegem van ebből, akkor Zsuzsika ezzel a kis kedves mosolygós képével engem annyira meg tudott nyugtatni, hogy amikor a kicsi fölvette, és csönd volt egy pillanat alatt, akkor jutott eszembe, hogy ez valahogy nem lehet véletlen. Ártatlan vagyok. Úgyhogy most az a pillanat következik, ami most már valaki, mindenki számára azt hiszem, hogy teljesen természetessé vált.
a műsor és a gála legesleg végén a főszerep az ünnepelté. Átadom a mikrofont. Nagyon köszönök mindent. Már tényleg zavarba vagyok, nem akarom az időt húzni, de inkább egy verset mondanék még el, mivel hogy már nem akarok itt többet időt húzni, ha akarjátok, de tényleg már mindenki inkább kimenne meg dumálna egy kicsit. Jó, ez a jó, ez jobb mikrofon, nem? Jó. Ez a legjobb, akkor itt maradok, mert ez fontos, ilyen nagy tömeg, úgy értem, hogy messzire kell érni. Csak az utolsó számot. Elmentem egyszer önhöz édes, sok-sok ígérgetés után, diszkrét célból ön kibérelt egy kétszobás lakást Budán. Nem voltam én szerelmes önbe, ettől nyugodtan alhatik. De hát nem tudtam mit csinálni 3-tól 6-ig. Délután 3-tól 6-ig. A férjem ilyenkor nincsen otthon, a magány a rossz tanácsadó. Átmentem többször is Budára, ugye, ez megbocsátható. Boldog voltam minden este, és ez az ügy feldobott engem. Így hát a babája lettem 3-tól 6-ig, délután 3-tól 6-ig. A nagy szerelmi virradatra hamar borult az alkonyat, elosz lassan kint a mámor, szerelmünk tüze lelohadt. Ritkábban mentem át Budára, ön is, csak néha-néha itt. Ilyenkor szörnyen untuk egymást, 3-tól 6-ig, délután 3-tól 6-ig. Ma szakítottunk, hála Isten, szemem ragyog, szívem dobog. Nem kell többé Budára mennem, szabad vagyok, szabad vagyok. A boldogan nézek a jövőbe, csak egy dolog nyugtalanít. Hogy mit fogok ezután csinálni? 3-tól 6-ig? Délután 3-tól 6-ig. Köszönöm. Hát akkor egy gyönyörű fordítást, egy gyönyörű francia Aznavour dalt befejezésül. Az a címe: Kezedben az ifjúságod. Mikor még csak 20 éves vagy, ez gazdagság. Nem vagy király, s téged szolgál a nagy világ. Ifjúságot, mint mesében, néked nyújt át mindent készen. Remény, öröm, könnyítő könyv, szép szemeden. Apró csodák várnak most rád, s a szerelem. Szívd magadba, mint a mámort, ifjúságot. Lásd, tavaszi nap gyorsan halad, fut az idő. Túl tavasz közén, összköszöbén, percei vannak a nyárnak. Sírj
vagy neves, mindig szeres, mindent mi szép. Lehet tiéd a messzeség, föld és az ég. Szikrát szórjon, gyújtson lángot, ifjúságot. Nagyon szépen köszönöm, és engedjétek meg, hogy még megköszönjem azoknak, akik heteket töltöttek azzal, hogy ezt előkészítették, és úgy fel vagyok azva, hogy már berekedek lassan. Annyira köszönöm mindenkinek, a fiamnak és a szép tüneményes menyemnek, úgy hívják Cséfalvai Dorottya, de most már Párkai Cséfalvai. Két gyönyörű gyerek, várományos, úgy értem, egy gyönyörű, akit láttatok, és egy még itt van, egy titokban, nem tudjuk, mi lesz a neve, de 8. hónapban van. És engedjétek meg, megköszönjem. Ők küzdöttek, hogy legyen egy ilyen emlékes, mert az értéket, és most nem csak magamról beszélek, hanem ami van ezen a világon, azt nem nagyon tartják számon. És ez nem vád, hanem állapot. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és engedjétek meg, hogy egy vidámságot még befejezésül, és aztán tényleg megyünk inni-enni. Ha azt mondja, adjon Isten olyan törvényt, legán kérje meg a legényt, hogy a legény várakozzék, a leány csak figurázzék. A nékem anyám azt mondotta, ne vásódjak férhül soha, álljak békivel csendesen, időre minden megleszen. Jámbor jó anyám szavának, hittem mind a szentírásnak, s addig-addig várakozám, míg a szebb időt elrúgám. Anyám es olyan proféta, szép hazugság minden szava, már túl minden nap vén ülök, s a pártába itthon ülök. Féle büdös ez a párta, hogy veszett volna B pokolba. Becserélném egy jó szűvel, egy viseltes fölkötővel. Azt mondják, a szüzesség kincs, hogy annál drágább semmi sincs. Isten adta szüzessége, kinek löszök felesége. Arra kérem Istenömöt, szánja meg szegény fejemöt, rendeljen nekem egy legényt, hanem ifjat. Bár csak félvint, ha én aztat megérhetném, hogy magam férhő tehetnék, elindulnék, s addig járnék, míg egy hantvetöttet kapnék. Azt mondják, hogy fenn a mennybe Jézus lesz a szüzek férje. Én a földön mennybe lennék, ha egy férfihöz mehetnék. Bocsássatok meg, meg kell köszönnöm, hogy a Dankor Rádió foglalkozott velem egész héten, és amit a fiamról mondott, az igaz, és annak van nagyon két okos, kedves fia, és nekem van 5 gyönyörű unokám, és egy dédunokám, és ennél többet nem is fogok mondani, mert ez a legszebb a Földön. Köszönöm. Van egy kérésünk, és én szeretném tolmácsolni. Az itt ülők, a közönség és a családnak a kérése. Jól érzed magad? Hát igen, csak már szeretnék valamit inni. Ha jól érzed magad, maradj köztünk sokáig. Maradj még!
Engedd egy pillanatra elhinnem, hogy szívünkben még nyár van. Maradj még! Engedd, hogy megtaláljam önmagam a szemed mosolyában. Maradj még! Ne vidd el tőlem még az álmokat a vasárnapok tényét. Maradj még! Engedd, hogy maradjon az életemben néhány percnyi szépség. Maradj még! Ha elmész, mit reméljek én, és kivel örüljek a mának? Ha elmész, veled megy a nyár, nincs napsugár, nincs mire várjon. Maradj még, ha elmész, rám borul az éj, és vigasz nem jöhet sem erről. Ha elmész, véget ér a dal, úgy félek én a csendtől. Szívünkben még nyár van. Maradj még! Engedd, hogy megtaláljam önmagam a szemed mosolyában. Maradj még! Ne vidd el tőlem még az álmokat a vasárnapok fényét. Engedd, hogy maradjon az életemben néhány percnyi szépség. Maradj még! Ha elmész, mit reméljek én, és kivel örüljek a mának? Ha elmész, veled megy a nyár, nincs napsugár, nincs mire várjon. Maradj még! Rám borul az éj, és vigasz nem jöhet sem erről. Ha elmész, véget ér a dal, úgy félek én. Valami nagyon érdekes kis pletykát mondok, jó? Az a gyönyörű címlap, amit a drága Pali mondott, hogy megállított téged, és valahol nem lettél már olyan szomorú, azt a gyönyörű fényképet itt áll
Domonkos Sándor fotoművész Berlinből jött erre az előadást. Köszönöm. Ő csinálta a fotót. Ő csinálta. Itt van. Hölgyeim és uraim, folytatjuk az ünneplést a galérián az Elvira és Kornélia teremben. Mindenki szeretettel várunk.